Bármilyen más szimulátorba beleülünk, ugye ülünk egy kijelző előtt egy kormánnyal, és az ülés alattunk maximum rezeg vagy mozog. Ez a fajta készülékek, ezek teljes mértékben a mozgást átadják. A régebbi gépünk ugye az egy forgó mozgás végzett és közben felfele emelkedett, és ezáltal hozta ki azt a fajta vezetői élményt, amit egy versenyautó ad. 0,3G volt a folyamatos erőterhelés, 2G volt a maximum. A mögöttem lévő gép még gyorsabb lett másfélszer a gyár állítása szerint. Teljesen stabilan áll egy helyben. Magának a vezető széket mozdítja el a térben, és ezáltal 100%-ban élethűen megmutatja azt, hogy milyen, hogy viselkedik egy versenyautó. Ezek a gépek igazából egyrészt a versenyzőképzésre alkalmasak, tehát bármely versenyző, autóversenyző, aki hozzánk ellátogatott, és azt mondja, hogy ki szeretné magát próbálni, mindenki úgy száll ki belőle, hogy tényleg ez az a fajta gyakorlat, aminek szüksége van. A másik ilyen jellegű, úgymond fő tevékenységünk a gépeknek a bérbeadása, akár ilyen jellegű kiállításokra, konferenciákra, de akár céges partikra is nagyon sok helyre hívnak minket. Ha valahol megjelenünk vele, akár egy ilyen kiállításon, általában egy ilyen 70-80 darab névjegykártyát gyűjtünk be, akik érdeklődnek a gépként és bérelnék a gépeket a következő időszakokban. Reméljük, hogy Magyarországon elérünk oda, hogy a szimulátor szó hallatán ezek a gépek jutnak eszükbe az embereknek, és nagyon jó irányba haladunk, mindenhonnan megkapjuk ezt a visszajelzést. Elindítottunk egy úgynevezett liga folyamatot, ahol online bajnokságban szelektáljuk a fiatalokat. Aki érett már arra, hogy ebbe a gépbe teszteljen, akkor egy elég magas díjjal fog gyarapodni. Például volt egy ilyen próbánk, ahol egy igazi éles versenyautóval az általunk letesztelt versenyző kipróbálta magát a Suzuki Kupában. Mindig megújul, minden évben szeretnénk valami újat mutatni.